Egy hete a Főtéri utcaművészeti napon kezdték el festeni az óriási képet képzőművészek irányításával járókelők, önkéntesek és gyerekek, de az eső miatt félbeszakadt a munka. Szombaton újra vártak mindenkit, akinek kedve volt alakítgatni a város új látványosságát. Kétszer is nekifutottunk a feladatnak, de hát akkora hömpölygő eső volt, hogy elúszott a kép. Az első réteg rajt maradt, szerencsére az alapozás, illetve a felhőknek egy része, a kék égnek a része, de hát nem tudtuk sajnos folytatni, úgyhogy így most próbáljuk javítani a javíthatót. A 6x12 méteres több részből álló molinóvásznon kék, okkersárga és vörös színben pompázó szombathelyi motívumok láthatók, például római pénzérmék, a Szent Márton és a Szalézi templom, amelyek sablon alapján készültek. Kamper Lajos grafikus művész a régi várostornyot festette meg. A Főtér közepén állt, és körülbelül olyan magas volt, mint a székesegyház. És a technikában pedig ez a kitakarós technika, hogy szivacsal átnyomom. A jó hangulatú délelőttön sokan ragadtak ecsetet, hengert és szivacsot. Mindenki hamar megtanulta, mit hogyan kell csinálni. Én nekem a rajzmentoromtól hallottam ezt az ötletet, és ezért elhívtam az unokatestvéremet, hogy eljöjjünk ide. És mi mindent csináltatok ezen a délelőttön, itt ezen a hatalmas vásznon? Hát ilyen aranyos festéseket, festményeket, és igazából léggömböket rajzoltunk, meg ilyen fálhőket. A vászondarabokat összevarják, és a hatalmas festményt a tervek szerint a hét második felében helyezik el a Városháza épületén.